A magyar válogatott kint van az Európa-bajnokságon, szenzációsan játszott a Nemzetek Ligájában és feljutott az A-divízióba, úgyhogy innen kezdve nem is lehet kérdés, hogy ott van a helyünk a világbajnokságon. Ennyire azért ne legyünk optimisták, főleg most, hogy tudjuk, hogy pontosan hogy is fog kinézni a magyar válogatott VB-selejtezős beosztása a 2022-es Katari VB-t megelőzően, de itt az ideje, hogy végignézzük, hogy pontosan milyen csapatok milyen eséllyel vágnak neki majd ennek a selejtező sorozatnak. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere. Bajnokok Ligájával és Európa Liga csoportkörrel kapcsolatban már láthattatok ugye hasonló videót itt a csatornán, és általában szeretnénk szoktátok ezeket, úgyhogy arra gondoltam, pláne most, hogy ilyen jól megy a magyar válogatott, érdemes végigvenni azt is, hogy akkor a 2022-es Katari VB selejtezőiben milyen csoportok alakultak ki, és hogy szerintem ezekből a csoportokból kik juthatnak tovább majd. Elég kacifántos ugye a rendszer is itt Európában, ami a VB-selejtezőket illeti. 10 csoportba kerültek besorolásba, a csapatok vannak, ahol 6-an vannak, ahol 5-en küzdenek majd a továbbjutásért. A csoportgyőztesek ugye automatikusan továbbjutnak, ez ugye 10 csapatot jelent, és még további 3 csapatnak lesz erre lehetősége. A 10 csoport másodikat összesorsolják majd a Nemzetek Ligája eredményei alapján azzal a 2 legjobb csapattal, amelyiknek még nem sikerült az első 2 helyre bejutnia a saját VB-selejtező csoportjában. Nem bíztam benne, hogy ezt elsőre el fogom tudni mondani, de lényeg, hogy a magyar válogatottnak ugye már csak azért is jók lehetnek az esélyei legalább a pótselejtezőre, mert ugye ott van az A-divízióban, a Nemzetek Ligájában is kiválóan teljesített, és azért azt nehéz elképzelni, hogy az előttünk lévő csapatok ne jussanak ki egyeneságon, vagy legalább a második helyen a csoportjukból majd a pótselejtezőig minimum. A miénk esélyeire még bővebben kitérek majd akkor, amikor a mi csoportunkat részletezzük, de akkor menjünk szépen sorjában, kezdjük az A csoporttal, ahol ugye Portugália, Szerbia, Írország, Luxemburg és Azerbajdzsán került besorolásra. Itt olyan nagyon nagy meglepetést nem várnék, a szerbeket ugye láthattuk az utóbbi időben, testközelből is vannak velük kapcsolatban élményeink, a portugálok jók, Ronaldo még mindig nem öregedett meg annyira, hogy ne tudjon bármikor szenzációsan játszani, hogyha szükség van rá, és rengeteg kiváló játékosuk van rajta kívül is, úgyhogy szerintem minden egyértelmű, hogy a portugáloknak kell elsőként tovább menniük. A második helyen se várnék egyébként olyan nagyon nagy csatát, hogyha a szerbek ennyire enerváltan játszanak majd, mint mondjuk itt a Nemzetek Ligájában, akkor esetleg lehet problémájuk majd az írekkel, de erre én azért nem számítanék, szerintem itt ők fognak a második helyen végezni. A B csoport sem tűnik túlságosan veszélyesnek, ami az első helyet illeti, Spanyolország mellé Svédország, Görögország, Georgia, hogy mostanában ugye hivatalosan elméletileg hívni kell őket, és Koszovó került besorolásra. A spanyoloknak szerintem ezt a csoportot simán nyerniük kell, azért szépen lassan kezdenek átvergődni ezen a generációváltáson. A svédeket mondanám nyilván elsőre egyértelmű esélyesnek ott a második helyre. A görögökkel kapcsolatban is vannak ugye közeli élményeink, nekik nem sikerült ugye most se túlságosan jól teljesíteniük, még a Nemzetek Ligájában sem. Koszovó az, amelyik egy érdekes csapat lett, ugye ők nem is olyan régen kerültek egyáltalán nyilvántartásba, az UEFA-nál, de egészen jó kis csapatuk van, azért azt nem gondolnám, hogy nekik lenne esélyük akár még csak a második helyre is majd itt ebben a csoportban, az nyilvánvalóan a svédek és a görögök között kell, hogy eldőljön, de szerintem az a svédeké lesz majd. A C csoportban Olaszország, Svájc, Észak-Írország, Bulgária és Litvánia szerepelnek majd. Itt is viszonylag egyszerűnek tűnik a helyzet, az olaszok nagyon jók voltak. Ugye az EB-selejtezőben sok mérkőzésüket volt szerencsém mostanában közvetíteni, nekem nagyon tetszik a játékuk, úgyhogy őket nem félteném itt azzal kapcsolatban, hogy megnyerik a csoportot. Svájc egyértelműen utánuk a legerősebb csapat. Az északirek esetleg jelenthetnek kihívást majd a svájciak számára, de Bulgáriával és Litvániával egyértelműen könnyedén el kell majd bírniuk, úgyhogy itt sem gondolnám, hogy bármiféle meglepetésre számíthatnánk. Olasz-svájci továbbjutást, illetve első 2 helyet várnék ebből a csoportból. A D-csoport érdekesen hangzik, bár ott se gondolnám, hogy Franciaországnak nagyon aggódnia kellene az első hely miatt. Ukrajna, Finnország, Bosznia-Hercegovina és Kazahsztán a másik 4 csapat viszont. Itt igazából a második helyet lehet szerintem izgalmas csata, hiszen a finnek ugye ott lesznek az Európa-bajnokságon. Az ukránoknak azért van jó néhány olyan játékosuk, akik a Sáktár és a Dinamo Kijev révén érdekeltek a Bajnokok Ligájában, a Ferencvárosi légiósokról nem is beszélve. Bosznia-Hercegovinának nem tudom, hogy ott lesz-e még Edin Džeko egyébként a következő sorozatban, ez még lehet egy érdekes kérdés. Ha nem, akkor azért komoly bajban lehetnek, és azért így se voltak túlságosan meggyőzőek az utóbbi időkben, úgyhogy azt gondolom, alapvetően a finneknek és az ukránoknak kellene ott harcban lenniük a második helyért. Szép dolog, amit a finnek produkáltak mostanában, de azért alapvetően azt gondolom, hogy ezek az ukránok jobbak náluk. Az E csoportban sem lehet sok kérdésünk azzal kapcsolatban, ki fog az élen végezni. Belgiumban itt ugye az első kalapból, Velsz és Csehország még, akik harcban lehetnek szerintem ott a második helyért, és nagyon nehéz eldönteni, hogy kettejük közül kik azok, akik ezt a párharcot megnyerhetik. Nyilván, hogyha Aaron Ramsey és Gareth Bale játszik, akkor azért van 2 olyan futballistája a velszi válogatottnak, akihez hasonlót szerintem a csehek nem tudnak felmutatni, és ez döntő lehet kettejük párharcában, de kérdés, hogy játszani fognak-e. 2 olyan futballistáról beszélünk, akik elég gyakran sérültek. Bale-el kapcsolatban is azért lehetnek még kétségeink, hogy vissza fog-e tudni jutni arra a szintre, ahol volt korábban, de hogyha még azt nem is sikerül feltétlenül elérni, akkor is egy szenzációs játékosról beszélünk még mindig. Úgyhogy maximum ez mondatná velem azt, hogy Wales zárhat majd ebben a csoportban a második helyen. Egyébként még Fehéroroszország és Észtország szerepel ebben a selejtező csoportban. Az F csoport izgalmasnak tűnik így elsőre, Dánia, Ausztria, Skócia, Izrael, Feröer-szigetek és Moldova szerepel itt. Nyilvánvalóan elsőre a dánok kiemelkednek, ez nem is lehet kérdés, de az osztrákoknak is van egy nagyon jó csapatuk, amely ráadásul szerintem folyamatosan fejlődik is, úgyhogy ők szerintem ott harcban lehetnek egyértelműen a csoportgyőzelemért. Skócia is ott lesz az Európa-bajnokságon, velük sem lesz senkinek sem egyszerű dolga ebben a csoportban, az sem lehet különösebben kérdés. Igazán izgalmas meccseket várnék alapvetően ettől a dán-osztrák párostól, mert szerintem tényleg közel állnak egymáshoz. De nem merem azt mondani, hogy az osztrákok meg fogják verni őket. Nem vagyok túlságosan bátor eddig egyik csoportban sem. A dánok és az osztrákok fognak szerintem itt az első két helyen végezni. A G csoport is érdekesnek tűnik, Hollandia, Törökország, Norvégia, Montenegro, Lettország és Gibraltár ebben a hatos csoportban, itt már ugye 6 csapat szerepel. Nyilván már csak a hagyományok miatt is Hollandia egyértelműen kiemelkedik, hogyha a játékos keretet megnézzük, akkor is elég egyértelmű, hogy őket várná az ember alapvetően az első helyre. Nekem Frank de Boer az, aki egy nagyon komoly kérdés, de egyáltalán nem biztos, hogy ő lesz a szövetségi kapitány a hollandoknál, mondjuk akár már csak az Európa-bajnokságot követően is. Hát az első mérkőzései elég pocsékosültek el, aztán azért voltak már pozitív jelek itt az utóbbi találkozókon ezzel a holland csapattal kapcsolatban. De még egy rossz kapitánnyal is azt gondolnám, hogy Törökországot és Norvégiát meg kell tudni előzni ennek a csapatnak. Azért azt tegyük hozzá, hogy ennek a két csapatnak sem lesz feltétlenül egyszerű dolga egymással sem. A törököket ugye megint csak láttuk, nem is olyan nagyon régen, nem jó csapat. A norvégoknál meg azért ott van ugye Holland, ott van Ödegárd, akik más szintet jelentenek azért, mint a legtöbb török játékos, szerintem ezt is elmondhatjuk. Nem lesz egyszerű. Montenegrótól szerintem különösebben nem kell félni, őket láttam mostanában. Nem mutattak túlságosan jól egyik mérkőzésükön sem, amelyikhez szerencsém volt nekem, hát Lettországról meg Gibraltáról nyilvánvalóan nem is beszélve. Jöjjenek be itt a norvégok a második helyen. Erős az a holland faktor. A H csoportban szerepel Horvátország, Szlovákia, Oroszország, Szlovénia, Ciprus és Málta. Itt igazából az első három csapatot nyilvánvalóan azonnal érdemes kiemelni, a szlovénok azért már az utóbbi években eléggé visszaestek, ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük. A horvátoknak kell itt a favoritnak lennie egyértelműen ebben a csoportban, és szerintem meg is fogják nyerni, és Oroszországnak szerintem be kéne jönnie itt a szlovákok elé a második helyen. Az I csoportot most ugorjuk át, először nézzük meg a J előtt, ugye az I-ben lesz majd a magyar válogatott, a J-be pedig Németország mellé Románia, Izland, Észak-Macedónia, Örményország és Liechtenstein került besorolásra. Ugye itt megint csak egyértelműen kiemelkednének a németek, de azért nekik bőven volt problémájuk az utóbbi időszakban. Ott is érdekes kérdés, hogy mondjuk végig a selejtező sorozat folyamán Joachim Löw lesz a szövetségi kapitány. Ugye 2021 márciusában kezdődik majd a VB-selejtező sorozat, közben rendezik majd az Európa-bajnokságot. Már itt necces volt ugye az utóbbi hetekben is, hogy Löw meg tudja tartani az állását, vagy sem, végül is maradt alkalmazásban a szövetségnél, de azért körülötte elég forró szerintem a levegő. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az ő sorsa. Ezzel együtt is a német válogatottnak azért meg kell nyernie ezt a csoportot, ez megint csak nem lehet kérdés. Románia, Izland és Észak-Macedónia szerintem esélyese lehet itt a második helynek. Az észak-macedónoknál ugye azért egy komoly érvágás lesz, hogy szerintem az EB után azért Goran Pandevet már nem fogjuk látni a válogatottban, ő azért csak 37 esztendős, most már neki szerintem mit el fog fogyni a motivációja, azzal, hogy egy nagy tornára sikerült kijutnia a hazájával. Izland ugye egyértelmű generációváltáson megy át, tehát azért szerintem tőlük sem érdemes annyira tartani, mint az utóbbi években, de a románok meg egyszerűen nem jók. Úgyhogy eközül a három csapat közül kell kikerülnie majd itt a másodiknak. Na, itt mondok egy bátrat, akkor legyenek az észak-macedónok azok, akik odaérnek a második helyre. Na és akkor itt van a mi csoportunk, az I jelű 6 csapattal, ugye Anglia, Lengyelország, Magyarország, Albánia, Andorra és San Marino ebben a csoportban. Andorrát és San Marinót ugye nyilván alapvetően kivehetnék, de emlékszünk azért arra bizonyos andorrai mérkőzésünkre, azért most itt illik majd revansot venni. Albánia sem lesz már egyszerű, azért ez is elég egyértelmű, mégiscsak egy olyan csapatról beszélünk, amely ugye az előző Európa-bajnokságon még ott volt, még akkor is, hogyha erre az EB-re már nem sikerült kijutniuk. Anglia és Lengyelország nyilvánvalóan a két legesélyesebb csapat ebben a csoportban, az angolok az első helyen, ez sem lehet szerintem kérdés. Gareth Southgate rengeteg fantasztikusan tehetséges fiatal játékosból tud válogatni, akik majd ugye az Európa-bajnokságon még komolyabb válogatott rutint szedhetnek magukra egy nagy tornán. Őket is láttam jó néhányszor mostanában. Nekem nagyon tetszik ennek az angol csapatnak a játéka, vannak azért nekik is rosszabb pillanataik, de szerintem ez az EB nekik egyértelműen jót fog tenni, még bízom is abban, hogy esetleg talán valami nagyot is tudnak dobbantani majd ezen az Európa-bajnokságon. A lengyelekkel az a helyzet, hogy elől nyilván nem kell magyarázni, különösebben nagyon jók, nem csak Lewandowski miatt, azért van egy Arkadiusz Milikük, egy Zsista Pjontekjük is, akik szintén egyértelműen nagyon magas nemzetközi szinten is nagyon komoly színvonalat képviselnek. Ugyanez a helyzet leghátul a csapatban, a kapusposzton, vagy csak Császny, ugye a Juventus kapusa, Vukasz Fabianszki a Premier League-ben véd folyamatosan. A kettő között vannak igazából a problémáik, Zielinski személyében azért van ugye egy nagyon jó középső középpályásuk, de nagyjából itt ér véget szerintem az igazi nemzetközi elit, ami a lengyelek merítési lehetőségeit illeti. Úgyhogy nem tudom, láttam őket most az olaszok ellen, nyilván most egy nemzetek ligája mérkőzésből feltétlen ne induljon ki az ember, pláne úgy nem, hogy Lewandowskinak szerintem ebben az évben egyértelműen az volt a legrosszabb mérkőzése. Szeretném azt hinni, hogy meg lehet fogni ezt a lengyel válogatottat, aztán lehet, hogy majd a fejemet fogom fogni ott a két mérkőzést követően, de amit a magyar válogatott produkált mostanában, az egyértelműen magáért beszélő dolog, nekünk is jót fog tenni szerintem az Európa-bajnokság, még ugye akkor is, hogyha azért már előtte megkezdődik ez a VB-selejtező sorozat. Nyilvánvalóan az optimizmus is beszél bennem, de szeretném azt hinni, hogy meg lehet csípni ebben a csoportban a második helyet. Egyáltalán nem lesz egyszerű feladat. Én az angolok ellen azért még pontszerzésben sem nagyon mernék reménykedni itt első körben. Tűzzük ki ezt célnak szerintem, hogy hát, ha esetleg két mérkőzésen tudunk jobbak lenni a lengyeleknél, és hozzuk a kötelezőket a másik három csapattal szemben, Albániával, Andorrával és San Marinóval szemben, és akkor meg lehet minden esélyünk. Látva azt a munkát, amit Marco Rossi végzett ezzel a csapattal, szerintem ez igenis kitűzhető cél. Ezek lennének tehát a 2022-es világbajnokság európai selejtező csoportjai. Valami ilyesmi lesz majd most már itt a videóknál a háttér a közeljövőben, de itt szerencsére még vannak válogatási lehetőségeim, úgyhogy lehet, hogy majd ezzel is fogok variálni. Ami biztos, hogy a héten még szeretnék nektek beszélni majd egy hasonló videó formájában Arzen Wenger önéletrajzi könyvéről, amelynek volt szerencsém moderálni a magyarországi bemutatóját, és azért szépen lassan szeretnék ismét minél gyakrabban videókat készíteni ide a csatornára, úgyhogy már csak ezért is érdemes lehet feliratkozni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok rá a lájkra, és hogyha bármiféle kérdésetek, meglátásotok van azzal kapcsolatban, ami itt elhangzott, azt várom nagyon nagy szeretettel a kommentek között. Vitatkozni is ér mindazzal, ami itt elhangzott, sőt, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!